a szüleim egy fantasztikus együtt dolgozó házaspár voltak, és egyébként is nagyon sok mindent együtt valósítottak meg, és minden nap azon dolgoztak, hogy jobb legyen ennek az országnak, és mindenki jobban érezze itt magát. Ezért is alapították ugye a Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat is. Mária és Árpád azt mutatták meg, hogy a beágyazottságunk, az a kapcsolat, amivel a társainkkal, a világunkkal rendelkezünk, az mennyire fontos a lelki egészségünk szempontjából, és mennyire nem mindegy az, hogy hogyan vagyunk beágyazva egy közösségben. 10 egyéni jelölt lesz. Dr. Bálint Balázs, Bíró Dániel, Brackó Szilvia, Makó Judit, Mikus Katalin, Rába Közi Rita, Rosszik Ágnes, Somodi Dorottya, Szám Katalin, Keresztes Ilona. 11 házas pár jelöltünk van. Bicsánszki János és Bicsánszki Sári, Csikós Tamás és Csikós Éva, Csuzi Szabolcs és Csuziné Szőnyi Anikó, Himberger István és Himbergerné Kaszab Katalin, Kézi László és Kézi Lászlóné, Bíró Csaba és Láposi Gabriella, Orbán Péter és Lévai Zsuzsa, Szászi Balázs és Szásziné Fehérvári Anikó, Varga Károly és Varga Erika, Istenes Bence és Csobot Adél, Popovics Béla és Palojtai Márta. Két embernek adnék egy kvázi külön díjat. Az egyik Keresztes Ilona. A másik pedig Szám Katalin. Sokféle magvető járja az országot, és nagyon sok felé szórja azt a magot, sokféle embernek. Magzati kortól egészen időskorig láthattuk azokat a nevező célcsoportoknak, akik felé mennek ezek a magok. És úgy, ahogy a magvető nem tehet róla, és nem tudhatja, hogy milyen földbe fognak hullani, nekünk sem kell ezt tudni. Az a lényeg, hogy tegyük a dolgunkat, és reménykedjünk abban, hogy nem csak a boldogság és az öröm érkezik meg azok felé, akik felé szórjuk, hanem egy picit elültetjük olyan szempontból a szívükben ezt a magot, hogy ők is vigyék ezt tovább. Nagyon nehéz volt választani, egyet akartunk választani, úgyhogy végül is egy-egy választott lett. Az egyéni közönség díjazottunk. Ő Somogyi Dorottya. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon meglepett ez a díj. Szeretnénk folytatni a munkánkat, egyedül nem ment volna. Azokkal az emberekkel ment ez, akik szerettek volna segíteni, csak nem tudták, hogy milyen úton és módon, úgyhogy mi egy közvetítők voltunk. És van még egy közönségdíjasunk, a házaspár, Lévai Zsuzsanna és Orbán Péter. Gratulálunk nekik is! Nagyon szépen köszönjük, és arra gondoltunk Zsuzsával, emlékezve és idézve Sklapszki Fuzsinának a mondatait is, hogy milyen nehéz helyzet a jót a jóval versenyeztetni, hogy mi szeretnénk meghívni benneteket a Fecskepalotába, az első ilyen társadalmi vállalkozásba, ami a Vértesben van. És hát akkor következzenek a zsűri által díjazottak egyéni és házaspár kategóriában. Az egyéni díj nyertese Bálint Balázs. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy én mikor ide jöttem, akkor gondolkoztam, hogy hogyan lehet összehasonlítani a villamost a bögrével. Tehát amikor nagyon sokféle ember jön ide, és mindenkinek nagyon-nagyon sok pozitívum van a neve mellett, hogy hogyan lehet választani, valószínűleg ez nagyon nem lehetett könnyű. És éppen ezért én nem is tudom pontosan, miért én vagyok most itt, de köszönöm szépen. Házaspár kategóriában pedig Bicsánszki Sári és János. Thank you.
Ebben a helyzetben nagy szeretettel gondolunk, és nagy hálával alapvetően a családunkra, akik ezen az úton velünk jöttek, amikor a megfelelő életkorban voltak a gyerekeink, és természetesen arra a sok-sok házaspára, akik velünk jöttek az Antiohia útján, és vállalták a nagyon komoly elkötelezettséget egy-egy közösség gondozásában, hogy legyenek a szülei, a család, egyház mintájára a közösségnek.